A templom búcsúja, azaz a templom címének ünnepe, annak a szentnek a napja, akinek tiszteletére a templomot felszentelték. A templom szentelés Dunakömlödön Szent Imre herceg tiszteletére történt 1826-ban. Szent Imre herceg és minden szent tulajdonképpen egy útmutató, akik megmutatják, hogy meg is lehet élni azt, amiről Jézus beszél. Tehát nem egy olyan valami, nem egy olyan tanítás, ami csak a magasságokban létezik, nem olyan, ami elérhetetlen, hanem egy elérhető, megvalósítható tanítása van Krisztusnak. Például egy világi ember, egy herceg megmutatja, hogy lehet ezt megélni. Ezt ünnepeljük, és ezt szeretnénk mi is a saját életünkben, hogy megéljük az evangélium tanítását. A búcsú a lelki ráhangolódást szolgálva évek óta kétnapos ünnep Dunakömlődön. Ez alkalommal Bubrik Johann Viktória kézzel festett ikonjaiból nyitottak kiállítást, a Bubrik Miklós görög katolikus parókus vezette Váci Szorvány görög katolikus egyház község ifjúsági kórusának közreműködésével. A vasárnapi szentmisén Bubrik Viktória egyik alkotását elhelyezték a templomban. Most a hitévét éljük, Krisztus király vasárnapján zárul le az a hit éve, amely 16. Benedek hirdetett meg, és ehhez kapcsolódik a közösség is. A szószéknek, az ambónak az elejére egy tanító Krisztust ábrázoló ikont helyezünk el. Az ünnepi szentmisét Szép Attila, a pécsi püspökség irodaigazgatója mutatta be. A következő közösségi rendezvény az adventi udvar megnyitása lesz november 29-én 18 órakor, amelyet további három alkalom követ majd Jézus születésére várva.